Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek, kedves barátaim, nehéz időket élünk. Tegnap a templomba elmeséltem, aki ott volt a megnyitón, az hallhatta, hogy 17 éve vagyok polgármester, de még ilyen eset nem fordult elő a költségvetés tárgyalásakor évelején, hogy a helyi rendezvényekre abba a rubrikába, ahol be kellett írni az összeget, a számot, hogy mennyit költünk majd rendezvényekre, nullát, azaz nulla forintot írtunk. Ilyenkor egy település életében két lehetőség van. Vagy azt választja, hogy nem rendez közösségi eseményeket, vagy azt választja, hogy megpróbál a semmiből, a nullából, a nagyon kevésből kihozni valamit. Mi úgy döntöttünk, hogy a második megoldást választjuk, és megtartjuk a nehézségek ellenére minden közösségi rendezvényünket. Mert azt valljuk, azt hisszük, hogy jó közösséget egy településen közösségi rendezvények megtartásával, megszervezésével lehet építeni. És nekünk az a célunk, hogy Csóváspáloson jó közösségek működjenek. Nagyon jó példa erre a mögöttem fölsorakozó tamburás együttes, akik minden rendezvényünkön ott vannak, és segítenek a céljaink elérésébe. A nevükbe is nagyon szépen köszönöm a tapsot. Egyébként csak halkan jegyzem meg, amit szerintem mindenki tud, hogy néhány éve a Csóváspási tamburás együttes megkapta a akkor még megye, ugye most már vármegye, kultúrájáért díjat. Ez egy óriási siker, ezt mindig el szoktam mondani. Bács-Kiskun vármegyében 119 település van, és képzeljék el, hogy hány kulturális csoport működik ezen a 119 településen, ahol vannak városok, például Kecskemét, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Baja, és mégis oda tudtak érni. Úgy gondolom, hogy megérdemelten. No, összességében azt tudom önöknek mondani, hogy a céljaink változatlanok, közösséget akarunk építeni. Ez a mai nap is bizonyítja, hogy ebben nem vagyunk azért sikertelenek. A birkapörköltet, hiszen azt ünnepeljük, most is megfőzték azok a pörköltfőzők, akik erre jogosultak és érdemesek, társadalmi munkába természetesen. És akkor még egy dolgot emelnék ki, hogy 44 székely vendégünk van ezen a hétvégén, akik Sepsi Szent Györgyről érkeztek, és családoknál vannak elhelyezve, és ez is nyilván egy áldozat, de a közösségünk ezt is gond nélkül ki tudta pipálni. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki közreműködik abba, hogy Csóváspáloson meg tudjuk tartani a 19. nyári birkapörkölt főző fesztivált, és előre tekintünk, mert jövőre szeretnénk a jubileumot is megtartani majd. Én nagyon szeretettel köszöntöm Mák Kornél urat, a Bács-Kiskun megyei vármegye közgyűlésének alelnökét, akinek én most átadnám a szót, és megkérném, hogy néhány gondolatba üdvözölje a kedves megjelenteket. Köszönöm szépen, én is nagy tisztelettel köszöntöm kedves csóváspálosiakat, polgármester urat, jegyzőasszonyt, Kiskun Majsa jegyzőjét, drága erdélyi testvéreinket, tamburás zenekart, kiemelt tisztelettel. Amikor jöttem ide, Budapestről érkeztem, ott volt egy program, hamarabb jöttem, mert az ötös viszontagságait túlélve nem lehetett tudni, hogy mennyi is az út, hogyha baleset vagy bármi történik. És egy kicsit itt szétnéztem a faluba, mielőtt itt megálltam, és amikor belehajt az ember egy településre, vagy végigmegy rajta, ez olyan, mint egy iskolaépület. Bemegy az ember egy iskolába, annak is lelke van, egy településnek is lelke van. És Csóváspálos rendezett, egy nagyon hangulatos település, lelke van. Másrészt
Említettem épp jegyzőasszonynak, amikor beszélgettünk, hogy arról mindig lehet hallani, hogy erős közösségi élet van Csolyospáloson, és amíg közösségi élet van, addig nincs baj. Ugye a tamburás együttes, ahogy említette polgármester úr, nem csak itt, hanem már szerte a megyében a Csolyospálos előőrseként letette a névjegyét, ahol muzsikáltak, és emlékszem, amikor a nagyon méltán megérdemelt vármegyei díjat odaítéltük, olyankor a képviselőtestületben, vármegyei képviselőtestületben nagyon sok méltán olyan zenekarokat, szervezeteket hoznak, akik megérdemelnék a díjat, de a tamburás együttes nem kellett bemutatni, mindenki ismerte, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy szó. Úgyhogy én gratulálok a közösségi életükhöz, és hogy ez miért fontos, két nagyon rövid gondolattal hadd zárjam a mondani valómat. Az egyik az, hogy Arisztotelész, görög filozófus, ne jegyjenek meg, nem filozofálni fogok, csak egy példa, Metafizika című munkájából úgy írja, hogy egy jó görög szó, az eudemeia, ez a szó annyit jelent, hogy boldogság. De a ógörökben is több jelentése van egy szónak, a boldogság mellett annyit is tesz ez a szó, hogy aktivitás. Tehát az az ember boldog, aki aktív, és ez hozzájárul az életminőséghez. Hogyha egy közösség aktív, egy települési közösség egy aktív, akkor lehet érték. A másik gondolat, utalt rá polgármester úr, hogy nagyon nehéz időszak volt, és van a Covid és a háború. A másik példát el szoktam mondani, amikor kitört a Covid, és nagypénteken Ferenc pápa közvetítette a téve az üres Szentpéter téren állt a szemerkélő esőben, és hát a műemlékesek nagy felháborodására előhozattatta azt a nagy missziós keresztet, egy 6-7-800 éves keresztről van szó, amit mindig veszedelmek idején hoztak elő Rómában, és hogy mi lesz, hogyha vizes lesz. Az esőtől ez a kereszt, a pápa azt mondta, hogy most veszély van, nem az eső a lényeg, hanem az ima. És ott térdelt a kereszt előtt, egy-két mentő kapcsolta föl csak a szirénáját, hogy tisztelet jeléül, hogy valami hang is legyen, és azt mondta a pápa, volt egy mondata, amit nagyon megjegyeztem akkor, hogy azt hittük, hogy egészségesek tudunk maradni egy beteg világban. És igaza van. Tegyük egymás mellé a kettőt, hogy azt hittük, hogy egészségesek tudunk maradni egy beteg világban, mert nehéz világot élünk. És tegyük másik oldalra Arisztotelészt, aki azt mondta, hogy aki aktív, az boldog. Tehát akármilyen nehéz időszak van, nekünk hinnünk kell, összetartani a közösséggel, és ilyen közösségi rendezvényeket szervezni. Köszönöm, hogy meghallgattak, gratulálok polgármester úrnak, és nagyon szép estét kívánok mindenkinek, és maradjanak mindig ilyen befogadó és jó közösség a csolyospálosiak. Köszönöm szépen! Van itt azért Csolyospáloson hagyományőrző kórus is, azon kívül most nagy örömmel tapasztaltam, hogy az örömtáncosok is megjelentek. Az is egy közösség, egy nagyon fontos közösség. De hát van nekünk sportegyesületünk, négy csapatunk versenyez folyamatosan a különböző bajnokságokba. Aztán itt van a traktoros egyesület, akik éppen két hét múlva fogják tartani a 11. csolyospálosi traktoros versenyt és bemutatót, vagy felvonulást. Tehát azt gondolom, hogy tényleg jó állunk, és én nagyon bízom benne, hogy ez így is fog maradni. Hagyomány az, hogy a falu ünnepen szoktuk átadni azt a kitüntetést, aminek az a neve, hogy Csolyospálos községért kitüntető cím. Ezt közel két évtizede tesszük, és nyilván most is ez lesz. Ezúttal nagyon érdekes helyzetben vagyok, mert
A képviselő testület döntése értelmében egy olyan személynek adjuk át ezt a megtisztelő címet, remélem megtisztelő cím ez, aki tulajdonképpen kötődik hozzám, ugyanis az elődöm volt. Hát ebből gondolom, hogy kitalálták, hogy kiről van szó. Igen, Csányi Mihály polgármester úrról. Ez egy olyan fura helyzet. A Mihály rendszerváltáskor vette át a kormányrudat 1990-ben, és nyugdíjazásáig 2016-ig végezte ezt a feladatot, ezt a munkát. Rábukkantam egy olyan könyvre, aminek az a címe, hogy a megyei közélet jelesei, és ez 2006-ban jelent meg, és ebben a könyvben Csány Mihály polgármester úr is szerepel. Én ebből a könyvből néhány nagyon rövid részletet idéznék, és azt gondolom, hogy ha ezt én felolvasom önöknek, akkor pontosan tudni fogják, hogy Csányi Mihály polgármester úr miért kapja most ezt a díjat. Az első kérdés úgy szólt akkor, 17 évvel ezelőtt a nyugdíjba készülő polgármester úrhoz, hogy milyen emlékei vannak az első 1990-es választásról. A válasz. Eljött 1990, az önkormányzati választás éve. Többen megkerestek azzal, hogy induljak a választásokon. Elfogadtam a felkérést, és harmad magammal nekivágtunk. Az eredmény? A lakosság 86%-a rám szavazott. Hát, mai világban azt hiszem, hogy nagyon sokan megelégednénk a 86%-kal. Ez nyilván nem véletlenül történt. Azóta eltelt 16 év, és ezt a felelősségteljes munkát befejezem, 38 év munka után nyugdíjba megyek. Miket sorol a nehezen felejthető sikerek közé? Ez egy nagyon jó kérdés, mert egy polgármestert úgy mérnek, hogy milyen fejlődést tudott elérni a saját településén. A válasz. A legjelentősebb sikereink. Az összes bertületi utunk szilárd burkolatú. Ez már 2006-ban így volt Csógospáloson. Az összes bertületi út szilárd burkolatú volt. A vezetékes ivóvíz, gáz, villany, telefon kiépítve. Emellett megépítettük a közösségi házat. Íme, most itt vagyunk. Ez a közösségi ház, amely Csány Mihály polgármester úr munkássága alatt jött létre, egy zöldség felvásárolt telepből lett átalakítva. Nyilván azóta az elmúlt 17 évben azért igyekeztünk fejleszgetni, de az alapötlet, illetve az alapépület az akkor keletkezett, amikor ő regnált. Vannak egy jelenleg fejlesztési lehetőségeik? Ez volt a harmadik kérdés. Na, ez a válasz igen érdekes. Igen, már folyamatban van a vízminőségi javító program, elindult a szilárd hulladékkezelési program és a kábel TV tervezése. Na, hát drága polgármester úr, ezt rám hagytad már ezeket a feladatokat, és ezzel okoztál nekem elég sok álmatlan éjszakát, de örömmel jelentem, hogy mindet sikerült megvalósítani, úgyhogy ezek a programok készen vannak, és a lakosság bármikor igénybe veheti őket. És az utolsó kérdés, mi lesz a most következő időszak legfontosabb feladata? Az elkövetkező időben nagy kihívások elé néz majd az új vezetés, hiszen nálunk is nagy gond az óvodai és az iskolai létszám folyamatos csökkenése. Na hát, kedves polgármester úr, teljesen igazad van, ez valóban így van. Örömmel jelentem a tisztelt lakosság felé, hogy az iskola létszáma 107-ről néhány év alatt 172-re emelkedett, és az óvodában is inkább az a problémánk, hogy sok gyerek van, és nem az, hogy kevés. Azóta az óvodát is sikerült bővíteni és felújítani. Tehát én úgy gondolom, hogy a büszkén nézhetünk polgármester úrra egymás szemébe,
hiszen amit ő akkor elgondolt és útra valóként adott nekem, azok nagy része megvalósult. Köszönöm neki a tanácsokat, és nagy örömmel adjuk át a lelnök úrral közösen ezt a díjat. Úgyhogy kérlek, polgármester úr, fáradj ki! Figyelmüket, és akkor már is felkonferálom a tamburás együttest, ha már fönn vannak a színpadon, akkor zenének nekünk egy kicsit.